Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás és egy szerelmi gyertya mágia. Hiszen itt a réz színről van szó, és ez összefüggésben áll Vénusz bolygóval. Mert korábban a tükröt ezzel szokták díszíteni, vagy ez volt a keret, és a tükör az Vénusz bolygót szimbolizál. Tehát itt ennél a gyertya mágiánál szerelemről van szó, vagy mindarról, amit kedvelsz, a Vénusz bolygó energiájáról, jelenti a nőiességedet, vagy egy művészi területet. Ehhez használtam ezt a szerelmi olajat. És a videó végén majd átküldöm az energiát, ez természetesen általános, de elfogadhatod, gondolj mindarra, amit kedvelsz, vagy gondolj a szerelmedre, és akkor meg lesz itt ez a kapcsolat, ez az energia mező, hogy segítsen abban, hogy minden jóra forduljon. Természetesen kérhetsz tőlem személyes szertartást is, minden életterületen, a díjam 4000 forint ehhez, és akkor az személyes, és meg tudjuk beszélni az időpontot, vagy hogy hogyan zajlik le a szertartás. De most nézzük meg, hogy mit üzennek a kártyák. Itt is látható Vénusz bolygó szimbóluma, te vagy itt az uralkodónő, uralkodsz a helyzet felett, uralkodsz a gondolataid felett, vagy az érzelmeid felett. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, lesznek változások, és itt látható a szerencse, a szerelmet illetően, hiszen a kelyhek jelentik az érzelmeket, és itt megvan a találkozás, a közeledés. Sőt, lesz egy új irány, egy új kezdet, hiszen ez a férfi egy új irányba tekint, és a kettes szám itt is, a kettes szám itt is jelenti a kapcsolatot kettőtök között, te és ő, ami a munkát, a hivatást illeti, vagy más életterületen ez a kettes szám jelenthet bizonyos szerződéseket is, és ez a szerződés előnyös lehet számodra. Amit eddig átéltél, vagy átéltetek, itt voltak a múltban igazságtalanságok, egy szűkös helyzet, de ti ebből most kiléptek. Itt lesz valami örömteli, itt kivirágzik valami, gyümölcsözik valami. Ez lehet egy jó kapcsolat, vagy egy meghívás, vagy jelentheti a művészi területeket is. És most bepillantunk a mélybe, hiszen megnézzük azt, hogy mit mutatnak a lenumált kártyák. Itt látható ez a torony. Ez jelentheti azt, hogy most kezdetben még fogva érzitek magatokat. Itt szűkös a helyzet, ahogy itt is látható. Ez a torony olyan, mint egy labirintus, kerestek egy kiutat, egy megoldást, és a kereszt jelenti a hitet, vagy azt, hogy itt lesznek fontos döntések, hiszen az élet utatok kereszteződik, lesz egy találkozás, azon kívül itt ez a mozgás jelenti azt, hogy elérkeztek ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, tehát fontos döntésekről lesz szó. Ami a szerelmet, a párkapcsolatot illeti, itt lesz közeledés érzelmekkel. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is,
itt is lesznek változások, lesz egy fordulat. Ahogy itt ez a hintó jelzi, hogy lesz mozgás, lesznek változások, pontosan erre utal ez a lovas férfi is, hiszen szimbolizálja a változásokat, jelenti a mozgást, ez lehet egy találkozás, ezek lehetnek döntések, ez lehet sport vagy autó is, és itt a koporsó jelenti azt, hogy itt régi témákról van szó, vagy valaki jelentkezik a múltból, itt a kereszt, és ez a koporsó itt a közelben jelenthet egy kármikus kapcsolatot is. Itt a könyvek jelentik a tudást, a továbbképzést, de jelzik a zárkózottságokat is, a titkokat, de ez lezárul, hiszen a koporsó le tudja zárni ezeket a titkokat, vagy az ő tartását, ezt a zárkózottságot. A koporsó és ez a torony jelenthet egy bírósági ügyet, egy örökösödési ügyet is. Itt valaki eltitkol előled valamit, de lesznek döntések, előre mennek a dolgok, és a gyermek jelenti a te ártatlanságodat, vagy jelenthet egy új kezdetet is. Itt ezen a képen látható, hogy valami olyan igazságtalannak tűnik, és megnézzük azt, hogy miről van szó. Itt két kártya jött ki a képen. Itt látható ez a férfi, jelzi a te lelki társadat, tehát ez az igazságtalanság őt érint, de a nap az hozza a sikereket, láthatóvá tesz valamit, vagy kiderül az igazság, és ez azt jelenti, ő rendezi a dolgait. Mivel itt az érmékről van szó, ez lehet a pénzügyi dolog, a munkahely, hogy valaki kihasználja őt, vagy nem kapja meg az elismerést a munkahelyen, de a nap láthatóvá tesz valamit, ő más irányba tekint, itt lesznek változások. Itt még fogva érzitek magatokat, hiszen a botok jelzik ezt a szűkös helyzetet, de ez a medve jelenti azt, hogy meg lesz ahhoz az erőtök, hogy ezt lezárjátok, kilépjetek ebből a helyzetből, és itt az út jelenti, itt lesz egy új irány, egy új kezdet, egy új út, lehet egy közös életút is, és itt kivirágzik valami, itt is láthatóak a virágok, itt is kivirágzik valami, tehát jóra fordul a helyzet. Akkor is, ha még itt vannak fájdalmak, vagy fájdalmas emlékek az anyagiak miatt, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, itt is látható ez az igazságtalanság, és ennél a férfinél lesznek még ezek az emlékek. A halak jelentik az elismeréseket is, a belső értékeket is. Lehet, hogy nem kapja meg ezt az elismerést, és ez fáj neki. Persze ez a fájdalom azt is jelentheti, hogy ő korbácsolja saját magát, és úgy érzi, én nem vagyok jó ahhoz, hogy például megérdemeljem ezt a szép párkapcsolatot. De mégis látható itt ez az öröm, örömteli események. Lehet, hogy mások majd befolyásolnak téged vagy őt, és ez segíteni fog, hogy javuljon a helyzet. Itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Az egerek el tudják távolítani ezt az igazságtalanságot és ezeket a fájdalmakat. Miután ez megtörtént, mert ez a férfi átteszi magát ezeken a félelmeken,
lesz itt egy új irány, hiszen ő egy új irányba tekint. Itt lesznek döntések és változások. A kettes szám utal rátok, rád és ő rá, tehát egy párkapcsolatra. A munkát illetően ez lehet egy szerződés is. És itt a madarak jelzik akkor már ezt a könnyűséget, a levegő elemét, a dalt, a táncot, tehát egy kreatív tevékenységet, amit a madarak még jelentenek, ez a kommunikáció. És itt meg fogjátok beszélni a dolgokat. És ez a gyertya mágia segít abban, hogy legyen itt egy új irány, legyen itt egy új kezdet, meg legyen ez a könnyűség, meg legyen ez a vidámság, és Vénusz bolygó energiája hasson ki rád. Ez a te nőiességed, a jó ízlésed, ez a szeretet, a szerelem, egy kreatív tevékenység, egy harmonikus, szép környezet. Minden, ami szép és kellemes, az mind összefüggésben áll Vénusz bolygó energiájával. És ha gondolod, akkor légy erre nyitott, csukd be a szemedet, gondold át mindazt, mi az, amit szeretsz, vagy akit szeretsz, mert ez a szeretet, ez a szerelem, akkor beköszönt hozzád. És én kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.